Két évvel ezelőtt avattuk a táblát, és most immár harmadik alkalommal találkozunk. És azért tulajdonképpen minden évben szeretném, ha összejönnénk, mert úgy érzem, hogy ez a hatalmas siker, ez, amit elértetek ti, elértek önök olimpiai bajnokok, hozzátartozói, azt egyszerűen nem lehet felülmúlni. Ahogy mondtam, 168 olimpiai aranyérmet nyertünk Athén óta, 1896 óta, és ebből 55-öt a kerülethez kötődő sportolók, olimpikonok. Hát ez egyszerűen tényleg szerintem felülmúlhatatlan, hát majdnem az egy harmadát. A himnuszt sokszor szoktuk hallgatni, énekelni, de hogy olimpikonokkal együtt énekelhetjük a magyar himnuszt, az nekem a szőr a hátamon föláll, komolyan mondom mindig, úgyhogy nagy-nagy tisztelet övez minden olimpiai olimpikont, egyáltalán azokat a sportolókat, akik máshogy művelik a sportot, mint itt a Cakó Tömegsport Szabadidő Központban, a mi Szentgerétő diákjai, akár a kerület diákjai, mert ez valahogy ez csodálatosan ötvözi azt a versenysportot, amiért le a kalappal önök előtt, és azt a sportot, ami nélkül úgy gondolom, hogy nem is lehetne élni.